Megpróbáltam elképzelni felsőbbrendű énemet, mint egy magasabb szférához tartozó fényes szikrát, az egót pedig, mint egy számítógép terminált, ami rendelkezik bizonyos mértékű saját intelligenciával és szabad akarattal. Ugyanakkor azt is elképzeltem, hogy a felsőbbrendű énem valami kábelfélén leengedi ezt a terminált az anyagi világ szférájába. Aztán arra gondoltam, hogy ez a terminál, már mint az egó, Adott pillanatban megfeledkezik arról, hogy honnan kapja az ihletet és az energiát. Ha eredetileg mindannyian ugyanabból a tudatos központi forrásból származó terminálok vagyunk, de időnként megfeledkezünk róla, akkor szinte magától értetődő, hogy egy másik terminál, azaz egy másik ember, sőt akár egy állat ellen elkövetett cselekmény is belső konfliktust okozhat. És kiválthatja az egység válaszreakcióját. Kapcsolatba kerülhetek-e a felsőbbrendű énemmel? Léteznek-e olyan emberek, akiknek ez sikerült? Igen. Sok olyan társunk van, aki már elérte a lelki fejlődésnek ezt a szintjét. A történelem folyamán a nagymesterekben mindig megnyilvánult az isteni fény. Az isteni erővel, bölcsességgel és szeretettel átitatott ember Istennek tulajdonított tulajdonságokkal rendelkezik. A görög mitológiában szereplő Heráklész, vagyis Herkules, Zeus, azaz Isten fiaként mutatott példát korabeli társainak, arra nézve, hogy az emberekben milyen hatalmas erő lakozik. A dél-amerikai indiánok között élt és ma is istenként tisztelt Quetzalcoatlnak, aki nem követelt emberáldozatot, csodatételei miatt kellett elmenekülnie. Jézus pedig, akinek fejlettségi szintjéhez alig hasonlítható valaki, tisztán és világosan megmondta, amit ő cselekszik, a számunkra is elérhető lesz. Nyilvánvaló, mégis érdekes összefüggés van az ego és Isten neve között, folytatta tanítom kis szünet után. Mózes ezt mondta Istennek. Ha megérkezem Izrael fiaihoz, és így szólok hozzájuk. Atyáitok Istene küldött, akkor majd megkérdezik. Mi a neve? Mit feleljek erre? Isten ezt válaszolta. Én vagyok, aki vagyok. Azután folytatta. Így beszélj Izrael fiaihoz. Aki van, az küldött engem hozzátok. Mózes második könyve 3.13.14 Ilyen egyszerű lenne. Én vagyok. Mindössze ennyi? Te hogy fejeznéd ki a lehető legegyszerűbb módon, hogy létezel és ennek tudatában vagy? Nem volt valami olyasmi, hogy Isten nevét négy betűvel, JHVH-val jelölték. Próbáltam összeszedni valamit minden bizonyal hiányos ismereteim tárházából. Ezeket a betűket nem lehet kiejteni. Isten nevét nem is kellett kiejteni, hiszen abban a pillanatban, hogy kimondod én vagyok, már félre is értetted. Saját kis egódra gondolsz, és elfelejted, hogy tulajdonképpen az univerzális atyáról vagy Istenről van szó, akinek csupán parányi része vagy, és aki nélkül léted lehetetlen volna. Az emberi szellemnek magasabb szintű tudatosságot kell elérnie ahhoz, hogy felismerje minden élet egységét. Akkor már minden gondolatával és minden cselekedetével az egységes egész szolgálatába áll. Úgy is lehet mondani, hogy az ember maga mögött hagyja az ego által irányított önző vágyakat, és aláveti magát a felsőbbrendű énnek. Ez a felsőbbrendű én mindannyiunkban jelen van, és nem más, mint az isteni fény, az isteni szikra, vagy más szóval, Krisztus. Álljunk csak meg egy pillanatra, mondtam kisé zavarodottan. Hogyhogy hogy Krisztus? Hát Krisztus nem egy ember volt? Jézus Krisztus valóságos személy. Neve tulajdonképpen két szóból áll. A köztudatban ez a két szó egyetlen névvé olvad össze, de az ezoterikus tanítás határozott és lényeges különbséget tesz Jézus és Krisztus között. Krisztus az univerzum első megnyilvánulása. Maga a fény, ami az isteni bölcsesség, az isteni szeretet és az isteni erő hármas egysége. Ezt a megnyilvánulást gyakran fiúnak nevezik, ami szimbolikus név. Jézus az ember nem más, mint a központi forrásból elindult szikra, aki lelki fejlődésében rendkívül magas szintet ért el. Akkor hát Jézus ilyen értelemben a fény gyermeke, Isten gyermeke. Pontosan így van. De ha mindannyian ugyanabból a központi fényforrásból származunk, akkor mi is a fénygyermekei, azaz Isten gyermekei vagyunk? Jézus sem tanított mást? Hát nincs megírva törvényetekben. Én mondtam, Istenek vagytok. János 10.34. De ők nem hallják és nem értik ezt, mivel sötétségben járnak, a Föld minden erői meginognak. Bár azt mondtam, Isteneknek mondanak titeket, és a magasság beli fiai vagytok mind. Zsoltárok könyve 82.5.6 Szóval Jézus szerint mindannyian Istenek vagyunk. A különbség nyilván az, hogy mi még nem jutottunk olyan messzire a lelki fejlődés útján. De hát a legtöbb ember fel sem tételezi, hogy ez lehetséges. Jézus egészen mást mondott. Azt tanította, hogy mindaz, amit ő tesz, Számunkra is elérhető. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg, János 1315. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz bennem ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt, még nagyobbakat is végbe visz, mert az atyához megyek. János 14.12. Nem nagyobb a tanítványmesterénél, akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Lukács 6.40 Jézus soha nem beszélt vagy tanított saját nevében. Másodlagos léttudata vagy egója állandó kapcsolatban állt az élet forrásával, az isteni fényjel vagy Krisztussal. Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, s az atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézet, nem magamtól mondom, s a tetteket is az atya viszi végbe, aki bennem van. János 14.10 Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, a mennyei. Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, Krisztus. Aki nagyobb közületek, az a szolgátok lesz. Máté 23.8-11-ig. Tanítom, szavai nem váltottak ki bennem azonnali hatást, de idővel kezdtem más irányba gondolkodni. Ha én vagyok egyenlő a szeretetteljes, tértől és időtől független, univerzális tudattal, és Krisztus a szeretetben, bölcsességben és erőben megnyilvánult fény, akkor a bibliai tanítások mélyebb értelemmel is rendelkeznek, mint azt első látásra gondoltam. Valahányszor Jézus azt mondta, én vagyok. Mindig a tudatos, univerzális forrásra, azaz Istenre utalt, hiszen többször is mondotta, én és az atya egy vagyunk. János 10.30 Egy másik alkalommal így beszélt Jézus. Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. János 8.12 Ez a mondat is kezdett mélyebb értelmet nyerni. Az ezoterikus tanítás szerint a tudatos központi energiaforrás nem más, mint fény, ami talán azt is érthetővé teszi, miért pont a fény az, ami a fizikai világ szférájában is annyi fejtörést okoz a tudósoknak. Jézus így válaszolt. Bizony, bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. János 858 Nos, egy ilyen kijelentés után nem csodálom, hogy meg akarták ölni. Erre követ ragadtak, s meg akarták kövezni, de Jézus eltűnt előlük, és elhagyta a templomot. János 859 hogy is lehetett volna megmagyarázni kétezer évvel ezelőtt, hogy ez egy időn kívül létező világ, egy gondolati építmény, ahol az én vagyok az elsődleges, a tér és az idő pedig nem önálló létező, hanem ennek függvénye. Hogy Jézus hogyan tűnt el előlük, és hogyan hagyta el a templomot? Nos, erről egy későbbi fejezetben részletesebben szólunk.